Jó estét kívánok, Önök a világhíradót látják, Tóth Géza vagyok. Túszokat ejtett egy fegyveres egy dél-franciaországi kisvárosban, egy helyi szupermarketben. Sajtóírek alapján a támadó egy 26 éves marokkói férfi volt, aki a francia hírszerzés szerint Szíriában is járt. 2016-ban már bebörtönözték egy közeli városban, Carcassonne-ben, ahol most fejbe lőtt egy autóst, majd ellopta kocsiját, közben pedig egy embert megsebesített. Utána a gépkocsiból rálőtt 4 marseille rendőrre, akik egy közeli terepen futottak. Az egyik rendőr könnyebben megsebesült. A támadó utána a Trèbes kisvárosába ment, ahol berontott egy szupermarketbe. Legalább 2 embert megölt és többet megsebesített. A férfi az iszlám állam harcosának mondta magát, és azt követelte, engedjék szabadon Salah Abdeslamot, a 2015-ös párizsi terrortámadások egyetlen életben maradt részevőjét. A rendőrség kiszabadította a túszokat, majd lelőtte a támadót. Visszarendelték az Európai Unió moszkvai nagykövetét az angliai mérgezés miatt. A miniszterelnököket tömörítő Európai Tanács szerint további lépésekre van szükség Szergej Skripál megmérgezése miatt, amely mögött sokan Oroszországot sejtik. A Brüsszelben folyó uniós csúcson közben elfogadták az Európai Unió és az Egyesült Királyság jövőbeli kapcsolatainak alapelveit is. Brüsszelben gyülekeznek az Európai Unió állam és kormányfői, hogy a kontinens előtt álló legfontosabb kihívásokról beszéljenek. A hivatalos program szerint Oroszország, az Egyesült Államokkal való kereskedelmi kapcsolatok és a Brexit tárgyalások vannak napirenden. Ez utóbbi kérdésben viszonylag hamar megállapodás született. Donald Tusk a Twitteren jelentette be, hogy a kormányfők elfogadták az Egyesült Királyság és az Európai Unió jövőbeli kapcsolatrendszerére vonatkozó tárgyalási irányelveket. Bár a konkrét dokumentumot nem mutatták be, így a részletek sem világosak, Theresa May kormányfő üdvözölte a döntést. Jelentős előrelépés történt a tárgyalási folyamatban. Arra törekszünk, hogy új lendülettel vágjunk bele a következő szakaszba, hogy fejlesszük azt a jövőbeli gazdasági partnerséget, ami az Unió és az Egyesült Királyság közös érdeke, mondta a brit miniszterelnök. Nem csak a Brexit tárgyalások miatt került a fókuszba Nagy-Britannia. Szergej Skripál megmérgezése óta ugyanis egyre éleződik a konfliktus Moszkva és London között, amelyet már Brüsszel sem hagyhatott szó nélkül. Donald Tusk az Európai Tanács elnöke kijelentette, hogy nincs más elfogadható magyarázat a Salisbury-ben történtekre, mint az orosz érintettség, ezért Brüsszel az Egyesült Királyság oldalára áll a kérdésben. Nem sokkal később az Európai Külügyi Szolgálat azt is bejelentette, hogy konzultációra visszarendelték az Unió moszkvai nagykövetét. Az európai kormányfők szerint meg kell vitatni a további Oroszország elleni lépések lehetőségét. Nem hagyta válasz nélkül a döntést a Kreml sem. Moszkva szerint az uniós vezetők az Egyesült Államok és Nagy-Britannia kezdeményezésére belefogtak egy Oroszországot lejárató kampányba. Az, hogy az Európai Tanács egy az egyben a brit álláspontot fogadt el a Salisbury incidenssel kapcsolatban, azt mutatja, hogy Theresa May-t akarják támogatni, aki igen nehéz helyzetbe került, mondta a szóvivő. A másik fő témája a brüsszeli csúcstalálkozónak az Unió és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi kapcsolatok volt. A washingtoni kormány korábban bejelentette, hogy egyelőre mentesítik az EU országait az importált acélra és alumíniumra kivetett amerikai védővámok hatálya alól. Az európai vezetők a zárónyilatkozatban azonban azt hangsúlyozták, az Uniónak állandó mentességet kellene kapnia az Egyesült Államoktól. Először is Donald Trump még alá sem írta hivatalosan a törvényt, így a pontos döntés is kérdéses. Másodszor pedig, ha mégis megszületik ez a döntés, azt a hatást kelti, hogy az Egyesült Államok úgy akar tárgyalni az Európai Unióval, hogy közben pisztolyt tart a fejéhez, mondta a belga miniszterelnök. Az uniós vezetők szerint a Fehérház lépése nem nyújt megoldást a globális túltermelés problémájára, és aláássa a transzatlanti kapcsolatokat. Most pedig Korvin Tiborral beszélgetek tovább a kereskedelmi háborúról. Szervusz Tibor! Szervusz Géza, köszöntöm a nézőket! Tibor, beszéljünk egy kicsit az amerikai kormány döntéséről, amely most feszültséget váltott ki. Miről is szól pontosan ez a védővám? Igen, a várakozásoknak megfelelően komoly vitákat váltott ki Donald Trump intézkedése. Ez nem is meglepő, mert nagyon komoly gazdasági érdekeket sért ez az új szabály. A lényege pedig az, hogy éppen mától kezdve az acél behozatalát 25%-os, míg az alumíniumét 10%-os vámmal sújtják.
Eredetileg azért találta ki Trump mindezt, hogy fellendítse az amerikai ipart, és szerinte még nemzetbiztonsági érdekek is fűződnek hozzá. De hogy egy kicsit érzékeltessük, hogy ennek mekkora súlya is van, az Egyesült Államok a világ legnagyobb acélimportőre. A tavalyi évben csaknem 30 milliárd dollár értékben szállítottak acélt, 24 milliárd dollár értékben pedig alumíniumot az országba külföldről. A legkomolyabb beszállítók között pedig olyan országok vannak, mint Kanada, Kína vagy éppen Oroszország. Ezek a számok már talán jobban magyarázzák, hogy miért is teremtett teljesen új globális piaci helyzetet Trump döntése. És mennyire jogosak azok az érvek, amelyekkel most Trumpot támadják? Hát elvileg jogában állt meghozni ezt a döntést, nem? Természetesen jogában áll az elnöknek bármilyen mértékű vámot és adót kivetni az országában, ezért a gazdasági partnerek maximum a véleményüket tudják elmondani az ügyben. De azért látszik a folyamaton, hogy Trump nyitotta a külön egyességekre, hiszen eredetileg a világ összes országára vonatkozott volna a védővám, aztán kikerült alula több ország is, mint például Mexikó és Kanada. Legújabban pedig Argentina, Brazília, Ausztrália és az Európai Unió mentességét is bejelentették, ami azt mutatja, hogy Trump mégsem akarja teljesen lehetetlen helyzetbe hozni ezeket a szövetségeseket. Egyébként a fő érvek a védővámokkal szemben, hogy felrúgják a szabadkereskedelmi szabályokat és protekcionista alapon kedvezményeznek bizonyos országokat. Az Európai Unió és Kína pedig azt hangoztatja ezzel kapcsolatban, hogy Trump nemzetbiztonsági okokra is hivatkozott, anélkül, hogy bármilyen magyarázat lenne arra, hogy mindennek vajon milyen biztonsági vonzata lenne. Tibor, milyen világpiaci hatása volt a ma életbe lépő új szabályoknak? Visszaesés volt tapasztalható a japán Nikkei részvényindexnél, 4,5%, Amerikában pedig zuhant egyet a Dow Jones, csaknem 3%-ot. Ezek egyébként nem olyan veszélyes számok, ennél egy sokkal figyelemreméltóbb feszültség rajzolódik ki, ami viszont tényleg megrázhatja a piacokat. Egy kereskedelmi háború az Egyesült Államok és Kína között. A pekingi kormány ugyanis nemrég jelentette be, hogy 3 milliárd dollárnyi amerikai importtermékre akar vámot kivetni, ezzel ellensúlyozva a Fehérház lépését. A tervek szerint olyan termékeket adóztatnának meg, mint a gyümölcsök, borok vagy éppen az alumínium termékek. Fontos, hogy egyelőre tervekről van szó, nem konkrét döntésekről, az viszont nem sok jót sejtett, ha Kína és az Egyesült Államok belemegy egy világpiaci adókapokba. Meglátjuk, mi hatása lesz a döntésnek közép és hosszú távon. Köszönjük, Tibor. Köszönöm. Új nemzetbiztonsági tanácsadót nevezett ki Donald Trump. Az amerikai elnök csütörtökön a Twitteren jelentette be, hogy április 9-én John Bolton veszi majd át Herbert McMaster feladatait. Eddigi tanácsadójának megköszönte kiváló munkáját, és azt írta róla, hogy mindig a barátja marad. A 69 éves Bolton korábban Ronald Reagan, majd az idősebb és fiatalabb Bush elnök kormányaiban szolgált. Az utóbbi években konzervatív sajtókommentátorként többször bírálta Észak-Korea nukleáris fegyverkezését, valamint az iráni atomalkut. A két országgal szemben katonai erő bevetését, Oroszországgal szemben pedig határozottabb fellépést javasolt. A volt ENSZ nagykövet Trump harmadik nemzetbiztonsági tanácsadója lesz. Új választást kell kiírni Katalóniában, ha a helyi parlament két hónapon belül nem tud új elnököt kinevezni a régió élére. Tavaly egy népszavazás után Katalónia egyoldalúan kikiáltotta függetlenségét. A madridi kormány szerint a lépés alkotmány ellenes volt, ezért feloszlatta a katalán parlamentet és új választást írt ki, amin a függetlenségpártiak győztek. Nem sikerült csütörtökön sem új elnököt választani Katalónia élére. A decemberi regionális választás után a házelnök első jelöltje Carles Puigdemont leváltott katalán elnök volt. Ő Brüsszelbe menekült a felelősségre vonás elől, Spanyolországban pedig elfogató parancsot adtak ki ellene. Mivel nem tudott megjelenni, lemondott a jelöltségről. Akárcsak pártársa Jordi Sánchez, aki hónapok óta előzetes letartóztatásban van. Most az októberben leváltott kormány szóvivője Giorgi Turull elnöki kinevezéséről szavaztak. A parlament legkisebb függetlenségi pártjának képviselői viszont tartózkodtak. A házelnök szombatra újabb szavazást hirdetett, de Turullt várhatóan ott sem választják majd meg. 64-en szavaztak igennel, 65-en nemmel, és 4-en tartózkodtak. A jelölt így nem szerzett abszolút többséget. Újabb vitát és szavazást tartunk, amelyen már a jelenlévők többsége is elég lehet a megválasztásához, mondta a házelnök. Giorgi Turull más volt kormánytagokkal együtt november elején egy hónapra előzetes letartóztatásba került.
Csütörtöki programbeszédében párbeszédet ajánlott a spanyol kormánynak. Őt és néhány másik függetlenségi katalán politikust péntekre idézték be a madridi legfelsőbb bíróságra. Nem jelent meg az egyik párt főtitkára, akit óvadék ellenében korábban szabadlábra helyeztek, de most külföldre menekült. A bíróság úgy döntött, 13 szeparatista vezetőt lázadással fognak megvádolni, amiért akár 25 év börtönt is kaphatnak. Köztük a menesztett katalán elnök is. 12 másik embert állami forrásokkal való visszaéléssel és engedetlenséggel vádolnak majd. Tűzszünetről sikerült megállapodni a második legnagyobb kelet-gútai fegyveres szervezettel, a Fajlak ar-Rahman nevű iszlamista csoporttal Szíriában. Csütörtökön egy másik lázadó szervezet több száz harcosa, valamint a családtagjaik hagyhatták el Harasta városát. Mintegy 30 busszal 1580 embert evakuáltak Idlib tartományba. A kormányerőkkel kötött egyezmény értelmében 1500 harcost és 6000 civil terveznek elszállítani Harastából. Egy szír katonai tisztviselő szerint a kormányerők uralma alá kerülő városban várhatóan mintegy 20 ezer lakos marad. Bár a kormányerők már Kelet-Ghúta nagy részét visszafoglalták, a térség legnagyobb lázadó csoportja nem hajlandó letenni a fegyvert. Zavargások törtek ki csütörtökön Limában, mielőtt a perui kongresszus Pedro Pablo Kuczynski elnök lemondását tárgyalta. A korrupciós botrányba keveredett államfő szerdán jelentette be távozását, így akarta elejét venni annak, hogy alkotmányos vádeljárás keretében szavazzanak a leváltásáról. Békét, hitet és nyugalmat kívánt országának a perui államfő, amikor lemondása másnapján elbúcsúzott az elnöki palota személyzetétől. A fővárosban viszont sem béke, sem nyugalom nem volt, miután egy korrupció ellenes tüntetés erőszakba torkollott. Új választást akarunk és változást a politikában, különben újabb ügyek lesznek. Ma Kuczynski, holnap pedig valaki más. Egy újabb korrupt vezető irányítja majd az országot, mondta egy tüntető. A volt államfő ellen decemberben alkotmányos vádeljárást akartak indítani. Kiderült, hogy amikor gazdasági miniszter volt, tanácsadó cége több millió dollárt kapott egy korrupciós botrányba keveredett brazil vállalattól. Szembe kell néznünk ezzel a válsággal, ami az egész politikai osztályt érinti, és amit nem old meg Kuczynski lemondása, mondta egy baloldali képviselő, amikor a kongresszus az elnök lemondását tárgyalta. A vádeljárás decemberben végül leszavazták, mert a legnagyobb ellenzéki pártból páran tartózkodtak. Állítólag azért, hogy Kuczynski kegyelmet adjon a pártelnök apjának, a korrupcióért és emberi jogsértésekért elítélt Alberto Fujimori volt államfőnek. Szerintem az alelnök feladata, hogy azonnal hozzon létre egy kormányzati munkacsoportot, majd közölje, hogy a következő három évben milyen célokon dolgoznak majd, amelyeket valóra is tudnak váltani, mondta egy képviselő. Az államfő hónapokig nem volt hajlandó lemondani. Most azzal indokolta távozását, hogy az ellenzékkel tette politikai viszály olyan légkört teremtett, amelyben lehetetlen kormányozni. Helyére alelnökét iktatják be. Szombaton lehetőségünk lesz beszélni a perui néppel. Quebecben voltam, amikor hallottam a híreket, és rögtön a kanadai nagykövetségünkre mentem. Felszálltam egy torontói gépre, onnan pedig hazajöttem, mondta a leendő elnök. Az államfő lemondásához egy ellenzéki politikusok által közzétett videó adta meg az utolsó lökést. A felvételen állítólag a miniszterei és más hívei láthatók, amint közberuházásokat ajánlottak képviselőknek szavazatokért cserébe, hogy az elnök hivatalban maradhasson. És ezek voltak a világhíradó hírei pénteken. Kollégáim nevében is megköszönöm egész heti figyelmüket. Kellemes hétvégét, viszontlátásra!